Tász ott tartotta a hajót, ahol kellett, de az út évekkel tovább tartott, mint gondoltuk. Mindkét bolygóra már nem tudunk eljutni, úgyhogy választani kell. De hogyan? Mindkettő ígéretes. Edmunds adatai jobbak, viszont Mendoktor az, akitől még most is jön adás, így hát... Edmunds bolygóján alig ha változott a helyzet. És ott az emberi élet minden feltétele adott. De Men bolygóján is. Ez a szakterületem. És meggyőződésem, hogy Edmundsé a jobb. Miért? A Gargantua, az az ok. Miller bolygóján vannak szerves anyagok, igen. De nincs élet. Steril. És Mennél ugyanez a helyzet. A fekete lyuk miatt? Murphy törvénye. Ami megtörténhet, megtörténik. A véletlen, az evolúció fő építőköve, de egy fekete lyuk körül keringve nem sok minden történik, az beszívja az aszteroidákat, üstökösöket, kiküszöböli az események zömét, ezért jobb a másik bolygó. Emlékszem, azt mondta, hogy Men doktor a legjobb kutatójuk. Kivételes ember. Miatta lehetünk most itt. Igen, és ez az ember itt van, az egyik bolygón. És egyértelmű üzenetek sorával arra biztat minket, hogy menjünk mi is arra a bolygóra. Ez így van, de Edmunds bolygója így is jobbnak tűnik. Szavazzunk. Jó, de ha szavazunk, valamit tudnia kell. Brent, joga van tudni róla. Annak semmi köze ehhez. Minek? Brent szereti Wolf Edmundsot. Igaz ez? Igen. És hajlok rá, hogy a szívemre hallgassak. Amúgy is túl rég próbáljuk már ezt észérvekkel megoldani. De maga tudós, Brent. Éppen ezért higgy el. Ha azt mondom, hogy a szeretet nem valami képzeletbeli dolog, hanem jól leírható erőhatás. Nem lehet lényegtelen. Fontos szerepe van, hogyne? A társadalomban, a kötődéseink, a gyermeknevelés... A... Halottakat is szeretünk. Annak mi a társadalmi haszna? Semmi. Akkor lehet, hogy egy más funkciót is betölt, egy olyat, amit eddig nem gondoltunk. Lehet a szeretet, a lenyomata, vagy az átszűrődése egy magasabb dimenziónak, amit tudatosan nem érzékelünk. Engem a világűrön át is hajt valami egy ember, ez akit nem láttam 10 éve, és aki minden valószínűség szerint meghalt. A szeretet tehát az egyetlen számunkra is érzékelhető dolog, ami átlép időn és téren. Talán érdemes lenne megbíznunk benne, ha nem is értjük még a működését.